Az őszi-téli közlekedés teljesen más vezetéstechnikát és fokozottabb figyelmet igényel a járművezetőktől. Az autósoknak ilyenkor különösen körültekintőnek kell lenniük, és a kocsijuk felszereltségét is ellenőrizni kell. Rózsa Attila, az egyik 60-i autós iskola vezetője elmondta, a rossz látási viszonyok miatt ügyelni kell a járművek világító berendezéseinek működőképességére és azok tisztán tartására is. Reggeli közlekedésben, amikor valaki otthonról indul, érdemes már az elindulás után egy fékpróbát csinálni, hogy milyen a fékhatás az adott útszakaszon. Hiszen, hogyha egy picikét 0 fok közelébe csúszik a hőmérséklet, akkor a páralecsapódás már rá tud fagyni az úttestre, és ez sikosságot fog eredményezni. Tehát ha otthonról elindulok és ott csinálok egy fékpróbát, akkor ezzel már kapok egy hozzávetőleges képet arról, hogy na, hogyan fog majd ez alakulni a későbbiekben. Ha mégis beleszaladunk ebbe a síkosságba, nem szabad az autót rángatni. Azt az erőhatást kell megszüntetnem, ami kiváltotta a csúszást. Tehát ha egy hirtelen gázadásra kezd el az autó orra mozogni, elveszem ezt a gázt. Ha egy erőteljesebb fékhatásra kezdtem el csúszni, elveszem azt a fékhatást. Hozzátette, a balesetek megelőzése érdekében a csúszós felületeken figyelemmel kell lenni a megnőtt fékútra és a gumiabroncsok csökkent tapadására is. A ködös időben történő közlekedés pedig még nagyobb odafigyelést igényel. Ez a legrosszabb vezetési körülmények egyike. A köd a legérdekesebb része a történetnek, hiszen folyamatosan változik a látótávolság. Ha van egy tejfehér köd, ahol az orromig nem látok, akkor egyszerűen nem szabad kockázatot vállalni, mert mindenki másképpen fogja ezt lereagálni a környezetem, a többiek. Valahol el kell fogadnom azt, hogy igen, lesznek óvatosabb járművezetők, akik lehet, hogy talán egy kicsit lassabban mennek, mint amennyit az adott útszakaszon lehetne autózni, de el kell fogadnom, mert egyébként a köd az pont az a rétege a dolognak, amikor nem tudom, hogy most sűrűbb, most talán kicsit ritkul, tehát nem lehet eldönteni azt, hogy az esetlegesen bevállalt előzés, az milyen következményekkel fog majd járni. Tehát csak türelemre tudom inteni a közlekedőket. Köd esetén használjunk kötfényszórót, ha a járművünk ezzel nem rendelkezik, akkor a tompított fényszórót kell bekapcsolni. A távolsági fényszóró használata kifejezetten kerülendő, hiszen az erős világítás a páraszemcsékről visszaverődve vakító, átláthatatlan fehér falat képez. Közlekedésünk során számoljunk az úttesten gyalogos, kerékpáros vagy lassú jármű közlekedésére, meghibásodott autó megjelenésére. Ha pedig kiszállunk, lakott területen kívüli útszakaszon mindig vegyük fel a fény visszaverő mellényt, mely észlelhetőségünket és ezáltal biztonságunkat sokszorosára növelheti.